úgyhogy... Önök voltak a mi köztársasági elnökünkkel, ugye? Úgy hallom. Igen. Igen, meg a Zsuzsa nénivel. Igen, hát a legutolsó időkben és azóta. És nagyon szerette őket a, mi is Árpi bácsi. Sejtem. És... Igen. És az Erika, ő hivatásos egészségügyi dolgozó, igen, szülésznő, ápolónő, stb. Úgyhogy a legeslegjobb volt mellette. Úgyhogy... ugye most egy nemzet. Hát igen, egy nemzet fogja szólni, biztos. És hát... Síratja Gönc Árpádot. Vannak olyan szavak, amiket most el tudom adni? Hát nem igazán, borzasztó hiány van. Hiányzik. Nem kínzom. Majd kínzom. Ott egy világos.
fényképezlek Ádámmal. Remélem beleegyezem. Kérdezés nélkül is. Előtt teszi a maszkot. Tulajdonképpen nem is kéne megkérdezni, ugye? Nem is kell. Tényleg ez a borzasztó, csak az a félő tört, hogy a Zsuzsa is általában az ilyen nagy szerelmet mondom, hogy... Te tudod, hogy 80 évet voltak együtt? 80 évet. 13 éves volt a Zsuzsa néni, 15 Árpi bácsi, amikor tánciskolában találkoztak. És 80 évet töltöttek együtt. Tényleg ez a jóban rosszban. És most mesélt Erika, aki itt van mellette, hogy volt ott egy valaki, aki szintén szerelmes volt a Zsuzsa nénibe, és egész tavalyig minden alkalommal jött, telefonált, levelet írt, stb. Egészen haláláig. Az is ilyen szép volt, egész tavaly halt meg, igen, egész haláláig. Igen. Istenem. Igen. Ez az. Tették az ászlót. Most már kint van. Igen, ott van középen a fa mögött. De miért nem akartak? Nem tudom, nem akartak felhajtást. Nem Köszönöm nektek különösen. Hát igen, Imre már volt itt a Zsuzsánál. Nektek különösen nehéz lehet. Nagyon, igen. Ki majdnem 60 éves barátság, és nekem is már 30. Na, tényleg jobban voltunk Árpival, nagyon szerettük egymást kölcsönösen. Igen, igen, már volt a Zsuzsánnal. Igen, már itt volt a kérdés, hogy már az előtt értem. Volt egy nagy tömeg. Volt egy nagy tömeg.
Kit veszített el most Magyarország, és kit veszítettél el te ezt a kétféle különböző nézőpontot? Én azt hiszem, hogy Magyarország most nagyon hűséges nagyfiát vesztett el, aki egész életében erről a hazáról, országról, az itt élő emberekről és az emberiségről egyaránt gondolkodott. Minden rendszerben, amit átélt, pedig 1922 óta jó pár rezsimet végig kellett élnie, minden rezsimben a jó oldalon állt. Az emberek, a jóság, a szolidaritás, tisztesség oldalán állt, és ezért mindig megpróbálták büntetni, nem hagyta magát. És végül részt vett abban a csapatban, amelyik előkészítette a rendszerváltást, mert mi igazán azt mondhattuk, hogy rendszerváltók vagyunk, nem finomkodtuk, hogy megváltozott a rendszer, meg a széljárás jó volt, mert mi nem gyertük tombolán a szabadságunkat, hanem küzdöttünk érte. És ebben a küzdelemben Árpinak nagyon fontos szerepe volt. Úgyhogy többszörösen jó barátok voltunk, nem csak a hasonló szemlélet miatt, nem csak amiatt, hogy 56-ban szerepünk volt, és utána keményen megbüntettek minket, nem csak azért, hogy amit egy picit mozogni lehetett, akkor már mozogtunk, és elmentünk a falig, amit le akartunk dönteni, és ez a ledöntés végül sikerült. Az, hogy utána a szabadsággal itt teljesen ismeretlen, szokatlan, valamivel nem tudott a népünk mit kezdeni, ez egy másik tészta, másik dolog, csak a Bibliára tudok megint hivatkozni, hogy nem véletlen az, hogy Mózes 40 évig járatta népét a pusztában, amíg ki nem halt a rabszolga generáció. De mi ezt nem tehettük a rohanó időben. Ez nem volt járható a mózesi út. Most kell keservesen megtalálni a szabadságunkat.
amit annak idején kivívottak, hittük, és így is volt. Harpiennek nagy jelentős személyisége volt, és amellett egy varázslatos, barátságos ember, aki mindenkivel megtalálta a hangot, azzal a cigányasszonnyal is, aki kezet akart neki csókolni. Erről legyogta a kezét és magához ölelte, megölelte. Ez volt a legjobb módszer, nem hagyni, hogy megcsókolja a kezét. Hát, pillanatnyilag egy Judit eszembe a háza előtt. 56 és 89 között volt köztetek kapcsolatok? Hogy de, hát a börtönben is, egy zárkában is voltunk, igaz, hogy 20-an voltunk ott, csupa fiatal egyetemista, egyetemi oktató, a fordítók, és ott igen élénk élet volt, de aztán azt szétrobbantották, tehát a gyűjtővel megint összekerültünk, és hát ott voltunk egészen az amnesztiáig, jó barátságban. Ő a fordítóknál dolgozott, megtanult angolul, és később az ország egyik legjobb angol műfordítójává vált. A írással is kezdett foglalkozni. Eredetileg jogász volt a szakmája, de agrár egyetemi végzettséggel is rendelkezett, és amire nagyon büszke volt, heggesztő szakvizsgája is volt. Melósok között élt, paraszt emberek között élt, és mindenkit nagyon megértett. Úgyhogy nagyon jó helye lett neki a magyar parlamentben, de nem sokáig ült a széksorokban, mert konszenzus révén köztársasági elnök lett, és ő megmutatta, hogy ebben az újfajta foglalkozási ágban mi a norma, mit kell tenni, és példát mutatott ebben is. A kerekasztalon a köztársasági elnöki funkciót nem tudtuk kellően megbarkácsolni, Szehályok, Kovácsok voltunk, egyedül Tölgyesi Péter értett ott az alkotmányokhoz és a rendszer átalakításhoz, betanulmányozta a weimári rendszer ennek a bajait, és sok mindent nem tudtuk megtenni. Ezért Antal József javaslatára az 1947-es egyes számú törvényt, amely a köztársasági elnökről hevenyészbe fogalmaztatott meg, azt vettük át. Ez meg csak körülírta a köztársasági elnöki funkciót, de ezt soha senki be nem tartotta, hiszen a 45 utáni köztársaság elnökei mind börtönbe végezték. Árpi meg börtönbe kezdte, ha már itt pár utamot futtatunk. És ő munkálta ki a gyakorlatban, és tapogatta ki a köztársasági elnöki funkciót. Később alkotmánybírósági határozatok sora volt az, amelyik rendbe tette ezt, de ő addig a lelkismerete szerint dolgozott. Megmondta, hogy kegyelmet fog adni minden halálra ítéltek, ha nem szűnik meg a halálos ítélet. Megszüntettük, és túllépett a későbbi jogkörén, ami akkor nem volt szabályozva, és megtiltotta a hadseregnek, hogy a taxisblokád szétverésében részt vegyen, megtiltotta a budapesti rendőr főkapitánynak, hogy fegyvert alkalmazzon a taxisblokád esetén, kegyelmet eszközölt ki a részvevőknek, és folytathatnánk a sort, hogy mi mindenben volt újító, és mindig a nemzet érdekét, az emberséget, a kormányozhatóságot, és egy szóval a magyarság érdekeit
védte, képviselte, és jól tette, hogy így tett. 10 évig volt köztársasági elnök, utána régen vágyának akart eleget tenni, hogy megírja a könyveit, több könyvet akart írni, szép irodalmi munkásságával is elmaradt. Ezek a tervek azonban álomban váltak, és most már azok is maradnak. Azért nem nagyon igyekeznek követni az őt követő köztársasági elnököt, azt a szellemiséget, ami az előtt. Hát az a kis ördög benne mindig azt a német közmondást idézi fel, hogy niemand kommt es besser, soha sem jön jobb. Hát az Árpi esetében ez nézetre emelődött, mert az utána következő elnökök sorra exponenciálisan váltak gyengébe ki. Mádl Ferencnek még megköszönte, hogy kimert állni ellene, mert ő már jelölt volt a 5 év utáni második választáson is. De utána, mivel az alkotmány szerint csak 2 ciklusba töltheti be a köztársasági elnök a funkcióját, ezért nem indulhatott, ő nem is akart indulni, bár volt ilyen vágy, és még az alkotmány megváltoztatása is szóba került, de ő mindenkit lebeszélt, főleg minket, szabad demokratákat. És joga volt nyugalomba menni. Nagyon sokat dolgozott egész életében, és azért nem vette le a szemét a magyar jégboltról. Figyelt ránk, gyakran jöttem hozzá beszélgetni, akkor még nem itt lakott, és lassan-lassan megöregedett. Ugye most azt hiszem 94 éves, és hát annyi is marad. Nagyon szeretetre méltó ember volt. Nehéz volt őt emberségben, nemhogy utolérni, követni. És mindig megtalálta a helyes utat. Természetesen volt, akiknek ez nem tetszett. De még ahogy mondani szokták, még akik nem szerették, azok is tisztelték. És ez a tisztelet most már örökké megilleti őt. Én egyet. Valamiért ide jött. Miért jött ide? Hát azért jöttem ide, mert szerettem Göncz Árpádot, és tulajdonképpen a múlt idő teljesen indokolatlan, szeretem Göncz Árpádot. Ilyen rohadt egyszerű. Nem tudok mást mondani. Tehát volt egy pillanat az életemben, amikor különösen jól esett az, hogy egy nagyon komoly kitüntetést tőle vehettem át 97-ben a köztársaság érdemlen tiszti keresztjét. És az ugye az akkori pillanatban, az életem akkori pillanatában az különösen nagyon jókor és nagyon jól esett. És az a szeretet, amivel ő ezt odaadta, amivel beleírta azt a 3 mondatot a kis emlékkönyvünkbe, hogy köszönet a megújuló csodáért. Szóval ezek pici dolgok, csak tulajdonképpen ezért érdemes bármit csinálni a kis pici dolgokért, mert a sok hűhó, meg ez a hihetetlen füst láng nélkül, ez engem már nem érdekel ennyi idősen, tehát engem már csak a hangok érdekelnek. Egy-két ember, akinek a barátságát bírom, és akik számítanak erre a barátságra, és most kezdenek elmenni azok az emberek, akik nekem sokat jelentettek, tehát 3 nappal ezelőtt tudom, hogy sokan tudták, hogy az Eszterházy Péter beteg, de 3 napja tudtam meg, nem is igen voltam itthon nyáron, és hát nem tudom, most attól kovályogtam 3 napig, most az, hogy egy 94 éves ember végső soron meghal, ebben nagyon nagy csoda nincsen, örülök, hogy itt volt, örülök, hogy az utolsó pillanatig a családja körülvette. Ennél szebbet nem kívánhatunk se neki, se másnak, tehát ilyen két szerintem ez egy szép történet.
csak az életünkből megint bizonyos értelemben így kézzelfoghatóan eltűnik egy darab, és ott őrizzük, ahol egyébként a legdrágább kincseinket őrizzük, aztán kész. Ennyi. Mindenem van, tehát Lisdíjam, Kossuthdíjam, Chevalier, Lord des Arts vagyok Franciaországban, Prima díja, minden szardíjam van, de egyetlen egyet teszek ki az akomra. Azt, amit soha nem is hordtam mást 97 óta, csak azt, amit ő adott. Soha egyetlen más kitüntetés nem volt kint a hajtókámon. Csak az ő. Ennyi. Pont. Gyalázat, amit csináltak. Gyalázat, amit ez a kormányzat tett, és amit személyesen Orbán Viktor tett. Ezt a gyalázatot próbáljuk enyhíteni azzal, hogy minden évben nincsen Magyarországban szemben találkozni. Most is ott leszünk, és azt mondjuk, aki tud, jöjjön el, hozzá el a maga kis vécsiségét. Hát abszolút, hát ott a magad az szép. Mert akkor, no, mert akkor szépen, szépen első világháborúba szépen előtték. Minden ebből jön, nem jön ebből sem. Ez egy kultúra, ami most el fog süllyedni. Mert nincs semmiféle utánpótlás, nincs szellem, nincs az égvilágon semmi, csak nagy kust. És ez már rég kust. Az, hogy megelégedve, hanem olyan... Egy egész négyes termékenységi rendelkezik. Hát ez
csak erről van szó. Igen, szóval ezt meg szerintem az érzékenyebb öreget érzékenyebb. És a lányától is, akit imádott az Erika lánya, egy szép fiatal szőke, fiatal asszony, nagyon érdekes. És hogy is mit, van. Hogy búcsúzott el, hogy ez olyan félreérthetetlen, vagy utólag gondoljuk? Nem, azt mondja az Erika, hogy mindig azt csinálja, hogy a lányát, az ő Erikának a lányát, így, hogy mint egy ilyen kis állatkát úgy oda húzta magát, és akkor így hosszasan simogatta, és most is ezt csinálta, hogy hosszasan simogatta, és csinált valami krumplilángos, vagy ilyesmit az Erika, és az unokája, aki most 5 éves, ő egyet csillagformára megcsinált, és azt odaadta a Rápi bácsinak, hogy ezt ő csinálta. És nem lehetett kivenni a kezéből, mert azzal feküdt le, hogy ezt neki csinálta ez a gyerek. És az Erikától most tudtam meg, hogy 80 évet töltöttek együtt. Azt nem tudtam, hogy 13 éves volt Zsinyi, és 15 Árpi bácsi. És az, hogy 80 évet töltöttek gyerekkori szerelem. És ha belegondoltak, hogy ez milyen 80 év. Csak úgy csendben gondoljuk végig, hogy ez milyen 80 év volt. Neki, főleg. De úgy egyáltalán. Ez azért vele az történt, ami velünk nem. 80 éve. Vele is az történt, ami velünk. Börtönbe voltunk. Hát Imre egy részét tudja. Jó, hát az azért nem apróság. Egy kisfiú voltam, amikor az Árpi várnak fiú. Tehát részt vett a Lászik elleni ellenállást is. Sőt, akkor meg is lőtték, és a lábából a golyót azért unokatestvérem, aki szigorú orvos volt, sőt is bevonultatták, azt szedte ki. Ez ott Rákos hegyen volt, nem? Igen, ez ott Rákos hegyen, igen. Kicska, igen. Mi volt a neve? Kiska, kisegítő karatalom, Kiska. Úgyhogy sőt, még egy másik szál is van, hogy én a Göttér család nevét ismertem. A Zsuzsa néni. Mert egyetemista koromban, vegyasszonyomnak a nagybabája volt a Zsuzsának a babája. Úgyhogy ez tehát ő tudott már rólam, annak idejében, mint a Zsuzsa. Igen, igen. Más vonalról is. Ez jó. Csak aztán... Kicsi ez a magyar világ. Nagyon kicsi. És kell magyar. Aztán ott volt a mennyasszony. Az más édes kívánat. Hát igen. Nem az, hogy ott hagyott, ez a becsületesen helyt át, míg halálra voltam itt élve. Akkor az életfogytillan lett, akkor... Jó. Hát, igen. Emberi szemmel nézve. De amikor az Árpival összetalálkoztam Vácott, akkor ezt is felidéztük. Tehát, a kicsi a világ, igen. Ugye két magyar utazik vonaton, akkor biztos a közös. Találkozunk. Ők a börtönben, igen, találtak a rokonokat. Sétálunk, nem Piroska? Sétáljunk le, igen. Jó, arra. Sétálunk.
Bécs hagyuka. Nincs apuka. Nem vagyok erre egyáltalán. Sziasztok. Kezi csókolom, viszontlátásra. Vigyázzanak magukra. Te is. Egyáltalán nem tudom. Te itt a mennyi úgy, és Árpi bácsi itthon van most? Itthon van most Árpi bácsi, vajon? Nem tudom, hát nem kérdeztem meg, de... Lehet, hogy már elvitték, igen. De egy pár óra alatt összük, és olyan amikor korán délelőtt történt a halál. Hát dél körül. Dél körül. Igen, meleg. De az, hogy október 6-án halt hát meg. Igen. Milyen stílusérzők. Igen. Ez már nem lehet véletlen, mondjuk, ez túl sok. Ugye 56 emléke előtt, az 56-ban is úgy kezdődött. Rajktevetéssel. Na jó, de nem anekdótázok tovább, szervusz. Sziasztok! Én nem is mondom. Csókolom, persze. Jó, azt hiszem, hogy nagyjából.